És hogyha már videóhoggerek vannak, bizony innen fogjuk folytatni. Ezt tegnap nem volt időnk kipróbálni, szóval most ráfekszünk. Megnézzük, hogy milyen a Wargame multiplayer része, és utána szerintem folytatjuk majd a végigjátszás, hiszen ennek van egy úgymond sztoria, ami végig kíséri, ami kedves Sasinknak az életpályáját. Megnézzük, hogy ez milyen hosszú ebbe a játékba. Gondolom, hogy nem azt nyújtották el nagyon azt a showcase-t, de lehet, hogy a John Cena-s showcase az világhosszú. Most úgy állítottam be, azért nem hallottok zenét, hogy minden a copyrightos ki van benne kapcsolva, ezért nagyon néma a dolog. Egyre jobban böködi a fantáziámat, hogy bekapcsoljak alá no copyright szongokat. Hát, ha az segít. Mert így meg olyan, kicsit olyan kietlen kopár, nem? Nagyon verünk mindenkit. Így van, a társunkat nem. Az a trükk, azon gondolkoztam többször, hogyha 2v2 van, akkor társunkat nem. De a másik kettőt, azt nagyon durván. A másik kettőt, azt míg a halál el nem választ. Amíg mozog. Lélegzik még, megnézzük, mivel lélegzik. És arra, amivel lélegzik, arra rácsapunk még egyet. Hát, ha nem lélegzik tovább bele. Ez a terv. Elé akartam elé, de nem tudtam, mikor jön vissza, de ma találkoztunk, körülbelül 2 éve nem találkoztunk személyesen. Hát és akkor miért nem együtt söröztök ahelyett, hogy itt nézitek a streamet, azt a chatbe írogattok? Hát 2 éve nem láttad, hát igyátok el egymás máját. Vagy valami. Dumáljátok ki a virágot. Megyek ír a háttérbe, anélkül is, hogy cseteltek. Hallgatjátok a streamet, élvezitek, azt közben isztok, bulisztok, szórakoztok. Ennyien, no. Hát ez érdekes, végre megtalálta. Osztán most meg nem tölt be. Tegnap sokat ívott. Ja, értem, akkor ilyenkor a túlélésre megy az ember. Szia, Tamcsi! Szervusz, Tamcsi! Üdv itt nálunk! Pörgetjük a pankrációt. Ha elindul. Game session no longer available. Az jó, valaki kilépett közben. Remélem meghozták a pizzáját, az futnia kellett. Jó rég, zagút! Jó, szerintem ilyen 4v4-ekben, meg 3v3-akban meg se éri beleállni. Csak azért mondom ezt, mert egyszerűen túl sok ember. Túl sok ember, és az túl sok ember, az túl sok hiba pont. Ha értitek. Na nézzük. Most jól el fog verni minket a csávó. Most kirúgott! Hát, jó! Nagyon jó a multiplayer, tök működik a multiplayer, higgyük el, hogy működik a multiplayer. Jó, csak azért se adjuk fel. Hát nincs az Isten, hogy legalább egy multiplayert nem tudunk menni, hát nehogy már. Most nemrég rakta ő is össze a setupot, és nem sokára kezdés a streamelés, meg külföldön csinálta. Ó, értem, nem tudtam. Jó, engedjük el, jó? Tök jó. Biztos. Biztos tök jó. Még egy utolsót megpróbálunk, de szerintem 28 perce próbáljuk ezt. Ó, és az titkos, hogy mit választanak? Legyen egy jó Hogan. De nem a Hollywood Hogan, hanem az Universal Hogan. The Real Hogan. Így. Az igazi sajtos tejfölös, aki még volt ottan a ringben, széttépte a pólóját, hogy mi van, mi van, mi van? Ah.
meglátta a külsődöt, és elmenekült. Lehet egyébként. Na, itt van Rhodes úr is. Na, fel is ülök, halljátok? Felülünk komolyba. Nyújtunk kettőt itt a fájdalmakon. Rákészülünk, tech team, nagyon jó. Remélem, ti tudjátok, hogyan kell pacsizni, mert én már nem. Szerintem azt nem tanították meg. És SmackDown. Here we go, ladies and gentlemen. Tag team action is now underway. The tag team match is a classic staple of this business. It's the ultimate test of teamwork and in-ring timing. Yeah, for partners to compete at a high level here, they have to form one truly exceptional unit, which is definitely easier said than done. Egyébként nagyon szépen fut a multiplayer. Hát tudok menni. Way to topple the competition. Curling your own body like that is insane. And that was offense with a purposeful purpose. Jó, ez király. Multiple knee strikes. Erre azért megérte várni, még úgyis elpucsázni. He's absorbed some damage already. Oh, you can tell he's feeling it now. This fight is pumping him up. Mi? Megnyomta a háromszöget időben. Quick exchange of counters there. Sit straight to the barricade. The adrenaline is pumping. Ah, haverom, ez nem segít. The WWE Universe is on his side. He manages to escape it. What a shot. Oh, he knew what was coming. Nasty kick to the face. De sokan nem akarsz kijönni egyébként, te jól áll vagy a ringben. Menekülök, meg engem pumpálnak, meg beszélünk, hogy szép szőke rájönni. Ezzel mi volt a baj? Hát csak kapott egy kokit szeretetből. Döntetlen lett? Vagy mi azt írja, hogy viewers good? Vagy kizártak azért, mert rávertem egyet a kis buksijára? Play another round. Én benne vagyok. Ó, ki a fajta izé a csávó. Ez jó volt. Eskü jó ez a izé. Eskü jó ez a multiplayer. Csak még többen kell játszani. Triple threat, mindenki ellen hárman? Van ilyen? Remélem, hogy ez mindenki ellen. Ekkorát csattad. Ugye? Tök jó, hogy megmutatta, hogy hogyan kell kivenni, mert hogy a sima sztoriba azt se tudtam, hogy hogyan lehet kivenni gyakorlatilag a ring alól dolgokon. Egy karfiófüle van a kis rácsán. This match will be contested under extreme rules. No countouts, no disqualifications. Anything goes. Taking part, we can see Brock Lesnar, Seth Rollins, and Undertaker. Such a difficult match to formulate a plan for. Always a challenge to predict the unpredictable. Everyone thinks they can have a plan coming into an extreme rules match, and then something goes wrong.
Whoever can adjust to this dynamic environment is the superstar with the best chance to win. Kendo stick impact. Boom! Just one right after the other. Can't be stopped. Able to avoid any harm there. We've witnessed incredible brutality az in this type of match. Corey, what could be a key factor in this one? This is a form of battle where if you have a shot, you better take it because you might not get another chance. There are no... Oh, no. Getting in position. What's he planning to do here? And he releases it. I don't think he had it fully locked in. Setting it up. Thunder, it's clothesline. Szerintem tök jó karjomtam a háromszorban. Megint. Nem tudom ennél egy egyszer nyomni. Az meg direkt kivárja szerintem. Azt tudja, hogy ez csak kivár az a csáva. Striking at will. Undertaker retaliates. Counter after counter. Down to Bowman. And a double axe handle smash. Brock clearly has the advantage here, guys. Undertaker's deteriorating with every attack Brock lands. Jesus. He's rummaging for some sort of equalizer underneath the ring. And now with him going for the table, we're just in straight up appetite for destruction territory here. Stop gloating and put your attention back to the match. I don't know if this is a show of confidence or a wasted opportunity to attack your opponent. This is a pretty dangerous place to fight. Screens, exposed metal, ledges, so much could go wrong very quickly. A jumping knee strike. Lights out. Azaz, osszátok egymást. Az direkt arra ment. Az direkt arra ment végig. Quick return to the ring. Az egy ilyen csiraburger. Oh, what a super kick from the architect. He's looking a little off balance. Sleeper slam! He's got a plan for that table. De jó! Az az asztal most itt meg van repedve. Into the chop block and debilitating counter there. Oh, most meg már bordán. Take a look at me like that. Perhaps looking for some kind of equalizer here. Oh, a sledgehammer. It is payday. Back elbow. What is that one? Finds a counter for the dismount. Just to see if I'm barug. Rock with the quick elbow. Próbálom felkelni. Exhibiting a crazy amount of strength here. Good timing with that reversal. Re-entering the ring now. Grapple stirring in. The sledgehammer connects. That'll scramble your insides. Improving a bit slippery. Strong takedown there. He's feeling the effects of that last hit. Foot just stomping down. Can't quite get it. And there was some force on that move. Rollins with a reversal. Knee straight to the gut, staved off the attack.
Ajaj. Hát most rám szálltam. Bántsátok egymást. Az ott megpihenek szépen a kötélen. Nem úgy. Miért nem tudtam felkelni? Nem tudtam nagyon mozdulni. Sheer perseverance. Nothing is being left out. Not the position you want to be in right now. And to gear as far as it's won. Brocknak a feje van szét, nekem a testem meg a feje. Ó, de jó, és átdobta az asztalon, amit oda raktam. Jézus, de király volna. Brock Lesnar, what power! Ah. That's it, Brock's got this. Á, ne. A X-et nyomtam megszokásból, azt nem azzal kerekben. Here is your winner, Seth Freaking Rollins! Ez király volt, ez jó volt, nagyon jó. Hogy ketté tört az asztal. Nagyon király, nagyon jó. Nagyon fullos. Hát jó, nehéz ez a multiért, meg kell tanulni először a játékot, gondolom, hogy itt már olyanok játszanak, érted, akik ügyesek. Az megeshet. Vannak videó, custom meccsek, sok movesettek, ott jó bele gyakorolni, I guess. Itt a My Gym, My Factionünk, ott is itt van ilyenkor, hogyha bemegyünk a napi bónusz, az megvan? Mert csak mondom, hogy tegnap is voltam, meg ma is voltam, az egy két napi bónusz. Illene érte kártyát kapnom. Nézzük, hogy így lesz-e. Pablo. Hát azt lehet, hogy ez nem úgy működik, ahogy elképzeltem. Nyomjuk egy quick play-t, one on match. És azt mondja, hogy szénázunk egyet. Tip. Mindig a Rubival, vagy az előbb, amikor játszottunk, akkor Rubival jöttek ellenünk, és ez tök rossz volt, hogy ugyanazzal vagyunk, és így nem lehetett látni, hogy most ki mit csinál, mert én és a memóriám azok nem jó barátom. Most meg nem talál ellenfelet, úgy nézem. Searching for opponents for quick play. Come on, baby. Na? Jó, hát én úgy látom, hogy itt a sztoriban kell játszani, mert az nem multiplayeres, és ezért könnyen meg lehet nyomni. Így nyomjuk tovább a showcase-t. Egyébként, hogyha ennyi, akkor lassan végigvisszük, mert három van még. Let's go! Annyira no copyrightos, hogy még az sincsen benne, hogy gyakorlatilag beszél a Cena. Jó, hát akkor így nincsen értelme, hogy nézzük a videót. Nem így. Akár már megint rosszat nézem. Na most adjuk neki. De oda sólnott. Látjátok, mert ezzel kikerek. A másiknál nem ezzel van.
És bam. Damn. Ah. Ez a Triple H, ez nem szarazik. És kihúz. Ez most mit hisz? Mit hiszel, tesó? Bam! Ugye, ezt nagyon szépen mit csináltam. Kapott egy folytót. Bam! Azaz, körbejárjuk megint. Az bele a földbe. Dang. Bam. Jó, szép volt. De koki. Ez fájt. Kell egy gyors lenni. A rebound attack, amikor visszaütsz neki a izvégből, nem? A háromszögből. De azt mondja, hogy először el kell kapnom ezzel. Elküldem repülni. Hát én ezt nem értem. Inkább csak üssük szét. R2X, charge finisher. A gyerünk, felmarkoljuk, és már ott is van. És már ott is van. Szerintem le is pináljuk. Hopp. HHH, pengeszent háromszög szerepel. Igen? Noise. Hát most megkapta a Szent Háromságot. And still the WWE Champion Triple H. Triple H. Miau! Ez bele csomagolva, elég keményen. Na nézzük. Hát az a baj, ezeket elpörgetem, mert ez így olyan lelombozó, hogy tátognak, és nincsen aláfestő zene, és semmi nincs.
Vagy inkább csak verjük szét. Versük szét a szénet. Különböző szupersztárokkal. Van. Elhitted mi? Van! Ooh, yeah, baby! Így mi? Szétverjük! Hoppácska! Kicsit bokára verjük. Júj a térdécskét. Az, dam, dam, dam. Add ide mi. Szétverjük a lábad. Ez mellé, nem? Áll. És fektetős, ezt nézzük meg, hopp! BAM! Ott maradsz. Így, összerugdossuk a lábikóján. Au! Hopp, és elkaptam! BAM! Milyen gerinceset kapod. Charged finisher, jöhet. Az nem tudom, hogy jött össze, hogy nem kaptam meg a finisheremet. Hát nagyon el vagy tévedve, Széna. Ajaj. Áll. Kezdesz annyira nem eltévedett lenni. Jó katrámban. Tiszta piros a csár. Mert csak most sárgul. No. Azaz. Szét van verve a fej. Bírja még. Ez fájt. De szép volt ez a mozdulat. Ez nagyon szép vagy. Road break. Ott van!
AJ Styles. AJ Styles. Így kell ez. Ahogy ezt írjuk. Here's your winner. Here's your winner. AJ Styles. Tiszta stílus. Az ember. Egyáltalán nem néztem, mit kellett volna csinálni még extrában. Hát igen. És amikor láttam az arcán, hogy mosolyog és fut itt a ringbe, meg minden, akkor tudtam. Övé lesz az a bőrönd. Tök felháborító volt egyébként, mert hogy benne volt a kedvenc kiskutyámnak a nyakörve. És ahogy nézett, tudtam, hogy ő lesz az új kiskutyám. Egyértelmű volt. Hosszú volt a haja és a szőre is. Megnéztem többször. Bam! Ez most mi az a bejátszás, amikor én kaptam erőt? Ja, most megint pankrációs bejátszások lesznek, valószínűleg ezt megint ki kell majd vágnom a videóból, azért inkább elnyom. Jeldobom a izit, a bírót is. Bam! És bum! Aztán ez a taunt, nem? Ha? Sikerült a tauntani. Talált, vagy mi vagy? Oh-oh. Hát ezt is se gondoltuk, nem? Adad. Amúgy. Dam, 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 dam. Az, csak a fejét, hogy meg ne sáncsuljon. Csak a fejét. Nem tudom, csak hogy megfogni. Gyere értem! Ó, várjál! Oda ne gyere értem! Azt hittem, hogy sikerült kivédelem. Nem sikerült. Azaz, én csak oda begurulok, gyengéden. Gyengéden, instant recovery és sajtos tejfölöz. Bam! Bam! Ah! Nem, 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 nem
Mutatja magán. Azaz, pirosra kell verni a fejét. Így. Oh, Kukin! Azt hittem Kukin meri. Van. Így. Signature van, ezt nézzétek, hopp! Lerugott a signature-ból, pedig nyomtam a fenővel. Megpróbáljuk még egyszer, hogy a feltőn. Most már tudjuk, hogy földön kell lenni a signature-nek. Miért nyomom a kockát mindig, amikor mutattam? Kelj fel! Nem. Ez most már jó nehéz volt. Nem szabad instant recovereznünk. Signature megint. Nézi. Jó, és lerubrékeli. Ez illetlen volt tőle. Azt hogy? Gyerünk! Van! Aj, bohóc! Aj! Felkelni. Jó, de sikerül. Jó, pineljük le. Meg kell néznem, mert úgy látom, hogy valami beleszemetelt a csetembe, aminek nem is szabad menni, hogy beleszemetelni. És ott is van. GG. Pillanat. So much win. Ugye átmenjük a következő meccsre, csak valami használja a profilomat, és egyáltalán nem számít. Szabadna. Elméletileg most már nem fogja. Thank you.
Rifli, tudjátok törülni az üzeneteimet? Amik ilyen angolok? Mert egyáltalán nem szabadna annak a cuccnak menni a jövő hétig. Na meg picit se szabadna. Saját üzenetelen. Quality Twitch. Kérdeztem valami. Esettél vissza. Azt kértem, hogy töröld az üzenetemet. Még megy ilyen angolul, mert nem kéne menni a víz. Neked nem engedi törölni valamiért. De tudod-e, légy szíves, nézd meg. Azt nem értem, hogy két heavy kombót én most benyomtam, de nem adja be. Mármint ott fent. Köszi Volklo, meg fogom nézni mindenképpen. Neked se engedi törő, az tök jó. Olyan bot ír a nevembe, akinek nincs engedélyezni. Utána kell néznem. Most szétkapcsoltam, hogy ne küldjön többet, de alapból se szabadott volna. Így. Hú, szegény színnek meg érzik a fejem. Viszont azt nem Skynet. Ez nem Skynet. Csak még egy nem aktív kampány. És nem szabad, hogy egymásba csúszjanak. Ez az. Még egyébként le is... Nem tudom még lepinálni, mert éppen kiveri belőlem a lelket a csávon. Pedig azt hittem. Mindig nyerni fogom. Nem tudok megmozdulni olyan erős most a széna. Menjünk be! Tásket pártot, valószínűleg így megy. Nem tudok félhelyezben. Ez fura, hogy most ilyen erős, egész végig gyenge volt, és most verhetetlen a széna. Itt rendbe kapcsolták neki a helyzet? A mesterséges intelligencia? Felkelünk ebből. Szét van verve a körök, az bírja. Nem csak, hogy bírja, nem tudok megmozdulni. Ez mi a fene?
Így akarják elnyújtani a játékmenetet? Azt a mindenit. Le kellett raknom a kontrollert az asztalra, hogy tudjam nyomni. Szabadulni. De. És bum. Ez az. Na nézzük, megpróbáljuk lepirálni. És még mindig nem! Nem adjuk fel! Feketére kell verni a gyereket. Most már maradj ellen. Nem tudok charge-ot finish-et csinálni most. Így. Itt van verve a feje, a teste. Felette van a stáncsig, de még mindig jön. És már ettől le van stanolva. És most megérinti a kötöröm. Mondtam, a háromszöget direkt előre készültem. Nem lehetett. Nem lehetett lenyomni. Oké. Okay. Wow. Képet is lehetne ilyen nyomni a gymbe. Ez direkt volt ilyen? Én most már azon vagyok rajta, hogy lehet, hogy direkt volt ilyen. Mert ez kifinek tűnik nekem, hogy leverhetetlen vagy. Vagy ha nem is leverhetetlen, fényével erősebb volt, mint eddig végig. Nem, ez direkt. Ez az utolsó pálya, ez direkt ilyen nehéz. Az jó. És úgy fél HP-n van a színe. Oké. Okay. Szétverem a fejünk. Yeah.
Síre lődik, úgy látom. Bekapcsolt valami hírt. Így nem tudom, hogy hogyan tudom bekapcsolni a cuccaimat. Azt tudom, hogyha fullon van, akkor van egy instant recovery. De kb. Annyit tudom. Api, eladta a meccset. Dehogy adta, hogy nem látod, hogy vért izzadod? Próbálom levinni a max HP-en. Nagyon lassan megy. Azaz. Ez fáj neki nagyon. Azaz a kezét. Au! Tam. És itt a kezét. Tönkre tettük a kezét, már csak a lába létezik. De egy ilyennel levíz teljesen. És utána alig tudom felszedni magam, full HP-ra. Wow. Ez gondolom a signature move-ja. Igen. Ezt megnyomtam. Csak powerből tudtam kiütni, nem tud kiütni. Kiütni nem tudtam. Nem, hát innentől kezdve vége. Nem enged felkelni. Full HP-ról levisz nullára. És úgy, hogy elette rommá verted. Megpróbálom letenni. Fogja érinteni a kötelet.
próbálom szétrugni még a lábát is. És persze ő fogja mindjárt lehozni meg ilyen. Ugye azt mondtuk, hogy nekem cancel-olnom kellett volna, de nem tudtam. Ugyanúgy én is az ölelést nyomtam, játszotta is az animációt, hogyha ugyanazt nyomod, mint a másik, akkor olyankor elméletileg nem szabad, hogy beadja, de most beadja neki. Csinálj már valamit! És szét van sebződve az egész csávó, de ő mindent lezúz. Ő nyert, mert hozzávertem egy izével. Hozzávertem egy székot. Ja, oké. Okay. Ja, hát még egyszer neki megyünk, de... Hirtelen akkora ugrás van a nehézségben, ami egyáltalán nem indokolt. Tök jó játék, de hogyha így tudnak single player-t, akkor inkább ne csináljanak single player-t. Tenni, hogy kifárad a képből, hogy lássunk valamit. Köszönöm. Csak annyi esélyünk van, de annak sincs semmi értelme, hogy ilyenkor leverem a HP-ját, amennyire tudom, de amikor már majdnem halott, sosem fogja megadni magát, nem tudja, de utána pedig ő full HP-ről engem leszed nullára, úgyhogy addig nem tud megjutni. Bucira verem a fejét, semmi bajom nincs, és utána hirtelen, ó, figyú, srácok, kapcsoljuk már tízesre a nehézséget, ez tök jó lesz szerintem. Azt élvezni fogják, mert akkor sokáig tart végigvinni a játékot, tovább játszanak vele. Igen, erre vágyok az ember. Egyébként így illető, én mindig az ott, hogy 20 percen át szétverték a színát, kb. Esélye sem volt. Aztán jött a boss zene fázis, aztán power up lehet. Végül is ez is igaz. Csak nehéz így nyerni, mert mint a játékban, aminek az a single player része, hogy győzz le. Csak innen ennyi, látjátok? El kell használnom az összes energiámat az instant recovery-kre, hogy bármi esélyem legyen, de általában nem is.
Minek nyomtam? Minek nyomjam meg? És itt például, hogyha nem hoztam a specialomat, akkor lenyomott. Legalább a Signature Movie-ját most meg tudtam akadályozni. Tanulva van, rámegyek, hozzá fog érni a köpve, ez ennyi. Le van tanulva van. Most rám fog fogni, és nem fogom tudni megakadályozni. Leraktam az asztalra, hogy eltörjem a hüvelykújjamat, és így fel tudtam állni. Értem. Ér hozzá a kötérhez. Mi kell hozzáérni a kötérhez, úgy csak jól van. Maradj már lent. Counterütésem az nincs is rá, nyugtán. Signature művem, az ennyi volt. Az, amit én majd beszartam, hogy megakadályozok neki, az neki egy másodperc. Aha, és most nem ütöttem le, hanem helyette a levegőbe kalimpáltam. Azért, mert nincsen HP-ja. Maradj ott! Szétvisz. Most feltölti minden HP-ját, amit levertem neki eddig. Ez csá. Természetesen mellé megy az ütésem, ami egyértelműen találni kell. És road break, oké. Okay. Hmm?
rám fog fogni, gondolom. Próbálom még egyet csinálni. Csak azt látom, hogy a feketére verem, akkor van esélyem. Ez meg lehetetlen kb, mert ha már ilyen jó kombóba vagyok, akkor elkezdő a levegőt ütni a saját karakterem, hogy nehogy tudjam sérülteni még jobban. Ő utána elmegy, felgyógyul, elkap, belefosik a torkomban. És most mindjárt lerak egy olyanba, hogy elsírom magam. Okay, már fel. A testének minden része szét van verve. Six-nél tartottunk. Írja fent a Spirit, lehet azt kell beadni neki. Nem tudom, hogyan kell spirálni, meg azok csak ilyen opcionálisak, feloldanak videókat, amiket utána lejátszunk némítva, mert streamerünk. Az a baj, hogy azokat a videókat ki kell vágni utána a YouTube-ra. Na gyerünk! Jézus. Kiadta volna a signature-emet megint, aztán nem tudom. Mitől függ, hogy beadhatom a signature move-emet? Azt nem teljesen értem. Most be van. Nézzük meg. Ok. Nem is erre gondoltam, hogy nulla HP-n azért is jön le. Mi feketében van a HP-ja, beadod a signature move-emet és leüt. De most azért leverhetetlen. Ez nem sokan múl. Menj már vissza a játékban. Jó, akkor eddig fogunk játszani a showcase-szel, mert itt rakták be a készítők azt, hogy ne lehessen élvezni a játékot. Nem akarok róla rosszat gondolni, többet, mint amennyit gondolok. De jót nem tudok. Mármint erre, ez a showcase innentől kezdve, hogy ezt így berakják, hogy van egy nehézségi fok, játszol velem. Tök jó, élvezed a játékot, jó pofa, megcsinálsz bizonyos mozdulatokat, amitől feloldasz ilyen régi videókat, amik jó pofák, nem akkor, hogyha streamelsz, mert akkor sajnos azokat levágja, de jó minden, majd hirtelen beleraknak egy akkora ugrást, mint hogyha eddig játszottál volna a Hello Kitty kalandjaival, majd utána hirtelen átmenni a Dark Souls-ba. És így... Mi? Szóval ez nagyon erős. Ez nagyon erős, ez a showcase. Eddig tök jó volt. Esküszöm, lehet, hogy én vagyok nagyon béna, de eddig rettentő élvezetes volt. Minden meccs jó volt. Volt kihívás, volt, ami egy kicsit nehezebb volt, volt, ami nagyon-nagyon könnyű volt, de valahogy a kettő közötti ilyen út nem volt meg, hogy legyen egy ívja a játéknak, hanem hirtelen a könnyűből a Jézus ereje milyen nehézbe mentünk át. Hát hányszor mentünk neki? Háromszor? Négyszer? Ugyanannak? És tényleg nem látom, hogy hogyan lehetne megnyerni. Ha meg nem lehet megnyerni, akkor meg minek játszak vele. Na nézzük. Azt mondom, hogy van nekünk egy MyGM-ünk. Van olyan, ahol még lehet csinálni izét? Szia, anyuci! Karaktert.
Még azt is kivágják, hogy ő beszél hozzánk. De hát akkor legalább feliratoznánk. De ezt már tegnap megcsináltuk. Melyik az, amikor lehet nyomni úgy, hogy My Rise, aha. Szigoly. Volt egyszer egy Legacy-nk, és itt pedig van egy olyan, hogy My Rise Look. Itt két választásom lehet egyébként, szóval az egyik a Look lesz a férfi, a másik, meg a Legacy az a leány volt, és ennyi nem lehet már karaktert csinálni, mint régen. Mert az nagyon jó volt egyébként. Én nagyon élveztem a karakter generálás részén. Szóval, hogyha azt kivették, azt eléggé sajnálom. De itt az a baj, hogy most még az átjátszó videók is teljesen némek. Szerencsére lehet nekik ilyenkor mindig visszajelzést adni, és biztos, hogy fogok adni visszajelzést. Mert azért ez lehetne jobb abból a szempontból, hogy legalább a beszédet tartsák meg. Heavyweight. Super heavyweight. Super heavyweight-ek leszünk, nézzük. És azt mondja, hogy strikerek. Strikerek, igen. Select. Are you sure you're class? Igen, biztos, hogy ezt szeretnénk lenni. No persona. Ó, hát ez a régi erőemberek. Nézzük azért, mik vannak még. Van itt. Hushi ninja. Hushi ninja! Szegaj! Ó, hát itt cosplay Superman. Ez a Daredevil. Ő mi szeretne lenni? Ő Jafar. Ez nagyon jó. Szerintem ez nyert. Ezek leszünk. Innentől kezdve ez a personalitásom. De most mi van? Itt volt cosplay, kiválasztottam. Ja, még rá kell acceptálnom. Ez a yes. Hibátlan. Name superstar. Superstar, superstar. Igen, én leszek superstar, superstar, superstar. Azt szerintem tökéletes. Van-e Budapest? Hungari. Itt van Magyarország. Magyarország, és jól láttam, hogy ott Budapest volt. Hungari, Budapest. Szigoly. Accept. A méltán híres superstar, superstar, superstar rányomul. Face template. Gigacsed nincsen? Szerintem ez jó lesz egy alapnak. Nézzük a textúráját. Kicsit megsárgult, rossz volt a mája, ez jó lesz neki. Azt mondja, facial parts, skin color. Lehet teljesen vámpírt csinálni belőle? Nagyon jó! Jaj, ez az! Adom. Jól van. Megint megtaláltam a játék kedvenc részemet benne. Nagyon jó. Na, várj. Krittusz, te vagy ez? Várj már, rakd már be. Nagyon jó. Várj, van olyan, ami settable. Úgy sejtem, hogy ezt tudom mozgatni, nem? Ennyi nem lehet mozgatni, hogy hol legyen? Alja felébe. Wrinkle, azt nem kell nekünk, hogy ezt elfogadjunk. Arc deformáció. Facial region.
Nem tudom, mit csinálok. Jó lesz ez így. Az egyik szemöldök egy kicsit izé kukukakkal. Nézzük az órán. Oké. Okay. Adjál nekünk szakállat! Face photo capture. Nem az kell nekem. Vagy de? Nem hiszem. Hol a szakál? Oha! És itt rá lehet rakni, sőt, fel tudod tölteni a saját arcodat, és akkor jól megcsinálja. Ide hol lehet? Nem a facial parts lenne az, hogy legyen szakál. Én azt gondolnám. Hát pedig csak a face-en kéne lennie, nem? Az textúra, az nem az. Most mit csinált ez? Hát azt mondtam, hogy nem akarom elfogadni, és erre ráírta izémre. Hát ez zseniális. Jó, hát pont ezt akartam kérni, hogy csináld meg ezt. A nagy piros ember is lehetnénk, de a nagy fehér ember leszünk. Jó. Skin color az jó, facial parts. Itt a skin color tudjuk állítani, a fogokat tudjuk állítani. Ura, azt írja, hogy settable, de egyébként nem tudod beállítani, hogy hol legyen. Pedig gondolom, az lenne az értelme. A color ETC, be tudod állítani, hogy milyen színű legyen. Szép piros. Akceptáljuk, ezt is akceptáljuk. Wrinkle. Ezek ilyen izét, ragyák, vagy mi az, ráncok. Nincs a facial partba szakál. Hát ez nagyon fura. Jó legyél, kifli. Na hát ilyennel például még nem találkoztam, hogy nincsen benne szakál. Attire-be lesz Cortez. Hát most már innen, nincsen szakálunk, mert ugye a szuperhősöknek egyébként is beleragadna a szuperrágó, és emiatt meg kell borotválkoznunk mindig. I am so close to having this title renamed in my honor. Can you imagine? The Sammy Continental Championship has a nice ring to it if you ask me. All I have to do a vér ragad bele, meg az ellenfeleimnek a könnye. And WWE will have no choice but to give in to popular demand and make the change. Make the change. I have no idea who I'm facing, but it doesn't matter. I am going to beat whoever it is. And you will never, ever see the Intercontinental Championship again. Wait a second. Is this finally happening? We've been seeing and hearing about this person for weeks. Could this be the long-awaited debut of the Lock? I'm not sure what or who else it could be. The Lock has arrived on Raw. And apparently the Lock is Sammy's mystery challenger. Well, Sammy's big ideas about re-christening his title, the Intercontinental Championship could be changing quickly. We've heard the Lock is a future champion, and we might not have to wait long for that to come true.
This superstar has made a name for himself all around the world, and if you ask me, he looks like he fits right in here. Itt a Marshmallow is lemba, igen, nagyon jó. The Log. Let's see if he can deliver in the ring against a veteran competitor in Sami Zayn. Sami might have the experience edge, but he was caught off guard here tonight. Kiégetem a szemedet, mint a bőröm. You might have a point, Saxton. Sami Zayn looks like he's hesitant. Én a kihipózott avatár vagyok. Szia, Morzsa! Can the Lock live up to all the hype? We're about to find out. Már félti azt a díjat, már félti. Vedd el csak tőle. Vedd el csak tőle, az enyém lesz estére. Beszorítom a cicim alá. Ladies and gentlemen, the Lock's long-awaited debut is happening right now on Monday Night Raw. And what a way to kick things off as Sami Zayn's challenger for the Intercontinental Championship. There's been a lot of talk about how the Lock's going to change the game in WWE, but I'll believe it when I see it. Time to see if he's ready to deliver the goods. Knee drop connects. The champ taking their share of hits now. He planned for this and can still win. Oh, what a counter. Sit through that. Let's hope. He is revving up the engine. He's not going to let anything stop him. This isn't the smartest thing to do. Antagonizing your opponent instead of attacking him. First one missed. Second one didn't. Effective. Zayn looking at this to every attack. Yeah, Lock is proving hard to keep up with. Okay, already, we get it. Stop looking for adulation for the crap. Perfect time to attack when his guard is down. Yes, he didn't come here to watch a golden time. Oh, that's Nessa, Nessa, Nessa. Oh, a nasty stop to finish it off. And what a nem tudsz megküzdeni a májba cukor emberrel. Hurricane Rana. Unbelievable athleticism. Acrobatics like that take a tremendous amount of cardio. Ah, felhílelte magát a crowdon. De már. Nem nyomtam meg időben. Kell nekem is a hír. But he's also giving his opponent a chance to recover. The champ has been taken to their limit. It's locked in the Koji clutch. Zayn's got nem, nem. Rosszul ütött kis tesó. Sami Zayn. Such a unique skill set. Look at him go. Sami on the verge of victory here. To retain the title. Challenger fending off the two count. Somehow still in this fight. Not down and out yet. He's brutális és nevetséges egyszerre. Ez a trükk. Looks like he has his nem veszed komolyan és széttép. Take off. Oh, you gotta be kidding me. Bam. And that was a precisely measured attack. He saw that one coming. Great job refocusing to reverse that. Rights and lefts, elbows, knees, all of them lethal. Setting foot in the ring now. Clothesline! Oh, that'll leave a mark. Ott maradsz, míg megrohadsz. He has been here before and he knows what he needs to do. He's doing a whole lot of gesturing and it could cost him. They were seeing charge some rare flaws in Sami Zayn's game plan. Ott van. Boldog karácsony. Feast your eyes. Gonna see a new champ. És most lenyomult. Így.
Jaj, nem áll, végig kellett volna nyomni az objektívet, túlságosan élveztem azt, hogy megcsinálom. There's been a lot of talk about how The Rock's going to change the game in WWE, but I'll believe it when I see it. Time to see if he's ready to deliver the goods. Kicks to the lower back. Derekadat. Clutching the wrist. What? I'm telling you now. Just absolutely punishing their opponent here. Relentlessly. And that was an efficient display of offense with that maneuver. Hát ezt nem jól csináltam. The champ trying to roll with these hits. It's nothing he hasn't been through before. Oh, impressive counter. Erre kell egy reversal. Kidneys from behind. Placing them right where they want them, into the corner. Punishing the leg, and now you have to protect that punishing leg from the arm. You can't finish a match on one good leg alone. Jó, most kell csinálnom egy heavy grappler. Hát most nem fogok, mert levágyok szanomat. Menem kell, enjoy this masterpiece. Köszi Cortez, jó pihenést! 9-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 
would shorten someone's career. Nem, hagyd békén a lábikómat, jó? Ne csikizzed, ne csikizzed. Still no end in sight here. He turns it around. Heavy grapple. Look at these vicious kicks. Heavy grapple, volt, elrontottam. Just mounted with punches and not. Oh, a nasty stop to finish it off. Arm ringer. There's a heavy. So accurate. Some hard offense landing on the champ. Yeah, Cole, but at this point in the match, you still haven't lost the edge. Ez a heavy grapple. Miért nem engedi, hogy beadja? Ja, meg corner positionbe kell. Azt nem tudom, hogy... oda kell dobjam, vagy oda viszem. Na most nézzük. Ez nem az. The upper hand now belongs to Locke. Now we're seeing some rare flaws in Sami Zayn's game plan. The Muay Thai train really showing off here. Oh man, you can see he is feeling it now. Okay, already we get it. Stop looking for adulation for the crowd and get back into the fight. Sami Zayn, such a unique character, such a unique skill set. Look at him go! Sami on the verge of victory here. Most már csak ki kéne végeznem. Nem fogsz engem lelapkolni. De eddig csak azért vesztettem, mert hagytam magam, de most kicsit se hagyom magam. Csak egy nagyon picit. Au, au. És megint hányszor? Right now, I just don't know what it's going to take. The champ in this case scenario. The champ's shoulders are down. Three. No, a kick out just in time. How is that not three? Nobody home. Sami predicted that. Na nézzük, charge finisher. Gyere te! Siker! Na, király!
Nem tudom, hogy ez pinfall vagy submission volt, de sikerült. Nem biztos, hogy rám jön az az öv, de az enyém. Megyek és visszazárkózom a szekrényembe. Széttéplek. The lock ducks and he nails him. Őt kéne bezárnom. Wait, what's he doing? Azaz. Lock up Sammy. Yes, do it. Azaz, viszlát. Into the safe. We might never have to see Sammy again. Thank you. Hey. Now what? He's going to send Sammy for a ride. Stop, that's enough. And the safe goes crashing down. This is fine, right? This night just keeps getting better. Once again, your new Intercontinental Champion. Ez jó, ez tetszik. Ez nagyon jó megcsinálhatni. Ez nagyon tetszett, ezt jól összehozták benne. 5 órával ezelőtt. Igen. The luck has fought suspicious all over the world from Europe to... Hát ezt már nem tudtuk végig olvasni. La 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 lom lom li lom lom lom! There he is. There he is. Ready for your big Raw debut tonight? Yeah, here I am. Can't wait to get out there. Good. We can't wait either. This has been a long time coming, and you've earned it. Thanks. Hey, what's up with the camera? She's been following me around since I got here. Oh, talent relations didn't tell you? It's for this documentary thing they're shooting on you. Sorry, I'm terrible with names. It's Kat, right? Yep, Kat with a K. K-A-T. Sorry, I didn't introduce myself earlier, but when I'm shooting, I gotta be a fly. Ferenc utódja, ugyanúgy pufékkal leszel majd. You're going to be seeing a lot of Kat over the next year. Biztos. Gotta document the rise of the next big thing. The future world champion. The Lock. Woo-woo. The Lock. Sorry. Fly on a wall. I've been meaning to talk to you about that whole The Lock thing, by the way. Can I just use the name I've used my entire career? I mean, that's how the rest of the world knows me. Yeah. But that's not how the WWE Universe knows you. We can't assume they've seen any of your matches before this. I think a lot of people have. Isn't that how WWE found me? Look, this is typical for superstars who come up outside the system. WWE likes to put their spin on things, and 99% of the time, it's a huge improvement. Okay, but doesn't the name sound too much like The Rock? It sort of does. Do you mind? Ott ugyanez jutott eszembe, hogy The Lock, think The Rock, van át az olyan. An improved version of yourself. Közeli. We have a proven track record with this sort of thing. You just need to trust the process. Is that what you're required to say now that you're office? No. Corporate requires me to say and do a lot of things, but that's not one of them. I don't know. It feels restrictive. I just want to be myself. I hear you, but it's not just a nickname. The entire WWE machine is behind this. We have a huge entrance planned with pyro, a championship opportunity, new gear. They're shooting this whole documentary about you. And we got this for you too. Yeah, you are your bullet fetches with some a lock. Is that left over from John Cena's chain gang days? Maybe. But things worked out okay for him, didn't they? Guess so. I gotta run. But I promise, this is gonna be fine. Just trust the process, and it'll all work out. Because remember, you're the lock. You're the lock. Good luck. Good luck, Osigoyo. We good here, or? Yep, got what I needed. That's a cut.
szegény olyan hétköznapinak érződik el, mert az aztán bemész a ringbe, azt állat leszel. Széttéped őket. Még meg kell tanulni, hogy szerepbe maradja. Non-stop. Skibidi beep 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 beep. Week 2 on Raw. Let's see what they have in store for me. Can't be any crazier than last week, right? Hey! Didn't get the chance to say hi last week. That was a hell of a debut. Thanks, Gabriel. Call me Gabe. Excuse me, Gabe? Can you turn to camera and introduce yourself? Seriously? I've been in WWE for 10 years. I think whoever's watching will know who I am. We probably won't use this, but just in case. Fine. I'm Gabriel Slade. 3-time U.S. champion, 2-time intercontinental champ, multi-time tag champion, and all-around good guy. Does that work? Thanks. Anyway, just wanted to welcome you to WWE. I know it can be hard sometimes for people to get acclimated here. It's going okay so far, but yeah, it's a bit of an adjustment since I didn't come up through the Performance Center, or even work the U.S. scene much before this. Okay. Well, let me give you some quick tips to fit in. Make sure you fist bump and or shake everyone's hand every time you see them. Be willing to give up your first class seat if there are veterans and coach. And never sneeze around the big boss. Never. Well, I don't want to overwhelm you, but if you ever need any help or advice, I got your back. I think I'm good, but thanks. All right. Later, Locke. Call me Champ. Okay, Champ. That was a good dry run. Now, let's do another take without the interruption from the Raw Welcoming Committee. Jeez, no wonder that guy has never really made it. I'm too friendly. I think we got it. I need to go get changed. Igen, az az igazság, hogy ebbe olyan feelingje van, mint hogyha maga a vívő egyébként ilyen kellemetlen hely lenne, mert ráderültetnek mindent. Maga a kameracsaj is ilyen bunkó, és bunkó azzal is, aki többszörös bajnok volt, meg nem használhatjuk a nevünket, amit akartunk, meg amivel eddig versenyeztünk. Nem biztos, hogy egyébként ez nekik így, nem tudom. Nem törj össze sok embernek a álmait? Mármint, hogy ez, hogyha ez tényleg bármennyire is hasonlít a valósághoz, hogy küzdesz, végre bekerülsz, és akkor igazából te lehetsz bárki, mert nem érdekli őket, hogy ki voltál, eldobják a nevedet, aztán csinálsz, amit ők mondanak, mert hogy ők tudják a receptet, és akkor úgy leszel jó. Nekem az egy kicsit olyan fura. Sajnos hasonlít. Fura. Option menü. Aha. Social media. Az az igazság, hogy talán nekem a 2022-esbe a single player azon része, amikor így fel tudtál mászni, ott a sztori talán egy kicsit jobb volt, nem? Jó, még nem vagyunk ott, hogy már benne legyünk a sztorinak a nagy részébe, de ott a sztori kezdete az valahogy olyan emberközpontú volt. Az nekem egyelőre valahogy úgy kicsit szimpibb volt. Valamit ki kell maxolni. Oké, elköltöttük az upgrade pontokat. Appearance-be. Megnézzük azt az attire-t, amit mondtatok nekünk még. Edit attire.
reference. Here and facial part. Oh, ez az, ez lesz az. Ez lesz az, hát hogy ne lett volna ez az. Na, várjátok. Ez már hiányzott a szüper... Hé. A kackiás bajuszunkat kérjük vissza. Szuper. Nehogy ez... De miért nem rakja be? Rányomok, rárakja a pofájára, és ennyi. Aha. Jó. Color. Nagyon jó. Ezeket nem engedi vele. Ezt nem bírod? Szerintem ez a nyerő. Oké, color. Ezt is be kell rakni feketére. Zseniális, nézzük a szemszínt. Oh yeah, baby. Ó, ez is kellően csúnya. Sőt, ez így még csúnyább lesz. Nagyon jó. Imádom. Ma! Szigoly! Tökéletesen nézünk ki. Tökéletesen nézünk ki. Azt mondja, ide nem lehet imported tire-ölni? Master tire? No. Várjál. Gondolom, hogy ide azt kell, hogy copy. Copy. Mindenhova ezt berakjuk, és akkor nem lesz gond. Hát nem nagyon volt jó ideje, ami veszélyt jelentene. A Tiana megint nem jelentett veszélyt. All Elite Wrestling meg csak rég kezdett el felfutni, de ők se fognak hosszú távon megmaradni. Ez micsoda? Voltak páran, akik kellett teljesen más névvel karakterrel futottak be, de amikor bekerültek a VVA-be, mindent félre kellett dobniuk, és teljesen más névvel folytatni. Mert nem nagyon van más szervezet, ahol ennyi pénz lenne. Évtizedek óta a VVA leural mindent. Wow. Utána majd kell egy Super Saiyajin is papíros szőke lesz a szakába jusszkombó, mint tavaly. Az nagyot adott. Az nagyot adott. Azt adtam. Figyú, itt vagyunk. Mua. Nézzétek meg. A csoda férfi itt van. Szerintem hibátlanul néz ki. Kicsit megcsúszunk a YouTube-bal, úgy érzem. Túl sokáig elbambultam abba, hogy csinálom a karakter, de túlságosan jó. Ez erős része a VV-nek. Ez minden évben erős volt, amikor saját karakter csináltál, és akkor azzal csinálod a sztorit. Ez a showcase olyan, hogy hát oké, aki szereti a színát, annak biztos élvezetes. Van benne ez a Power Spike, ami szerintem tönkreteszi az egészet, de azon kívül addig egyébként élvezetes volt. Szerintem az lesz, hogy az ember nyomja a sztorit, eljut egy olyan fejlettségi szintre, amikor már nem nehéz az neki, ami nekem most rettentő nehéz volt,
és akkor utána tudja élvezni végig, meg végigvinni. De lehet, hogy én jobban szétosztottam volna egy kicsit itt a fejlődés szakaszát. A multiplayer egyébként, hogyha van elég ember, akkor az elég szórakoztató volt, ez jó pofa volt, főleg a mindenki mindenki ellen. Még úgy is, hogy jól elvertek mindegyikbe. Ez a kártyagyűjtögetős dolog, ez aki szereti, annak mindenképpen jó, én annyira nem értem, meg nem mélyedtem bele. De nagyon sok minden van benne. Szóval nem féltek újítani, grafikailag is úgy érzem, hogy jóval előrébb léptek, mint az előző rész volt. Szerintem szebben néz ki sokkal. És rettentő sok karakter van benne. Szóval még egyszer egyébként köszönöm szépen a Cenega csapatának és a 2K-nek, hogy szponzorálta ezt a streamet. Legyetek jók, és találkozunk a YouTube-on. Sziasztok!